ezek a legjobbak, ezek a magyar nagyüzemi különlegességek. Úgy történt, hogy volt egy érettségi találkozom, nem mondom meg, hogy hányadik, Szombathelyen, és ott volt valami food truck show, és innom kellett egy sört, és nem is tudom már, azt hiszem, hogy egy dréjeres kamion volt ott, vagy mi az istennyila, és mondom, hát kíváncsi vagyok, hogy vajon milyen lesz a dréjer ipa, aztán nem volt már dréjer ipa, volt dréjer hidegkomlós, de a dréjer hidegkomlós az nálam azonnali hideglelés, úgyhogy egy kicsit gondolkoztam, aztán rájöttem, hogy valaki írt a kommentben vagy e-mailben, hogy próbáljak rá még egyszer a dréjer hidegkomlósra, mert teljesen átcsinálták. És milyen komló is van benne? Ha, kukorica gríz! Ahú! Óvatosan kell letüdőzni, ennek is van egy kicsit olyan Novák Djokovic öltözője egy négyszettes Grand Slam döntő után, amikor ugye zoknia mellett, hogy alapvetően ápolt a csávó, de egy kicsit felszaporodtak a mikroorganizmusok a cipőben. Szóval azt hagyjam, hogy az ízintenzitása és a komló keserűje, hogy nem azt változtatták meg, vagy szóval nem az a lényeg, hanem hogy kivették belőle a kukoricát, és tényleg vízárpamalát a komló és komló kivonat. És nem csak, hogy nincs benne kukorica, hanem, hogy malátázatlan árpa sincs. Szóval ez nem egy annyira ócsított sör, 4,5%-os. És akkor eszembe jutott, hogy na jó, rápróbálok. És amikor ott kikértem azt a korsót, most nem akarom elszpoilerezni a tesztet, de mondom, hát ez egész jó, hát va. Nem azt mondom, hogy egy nagyon-nagyon különleges, de hogy teljesen rendben van, és egy ilyen nagyüzemi cuccnak nem is dolga, hogy nagyon különleges legyen, csak egy kicsit más legyen, mint a létező lágerek. Hát lássuk, nemezisemet, ős ellenségemet, illetve tulajdonképpen én szerettem, csak a Dreher hidegkomlós nem szeretett viszont. Tehát egy egyoldalú viszony volt a miénk. Hangsúlyozom, nem utálom, félek tőle. Az egészen más. Így érzelmileg. Egy bántalmazó kapcsolatban élek a Dreher hidegkomlóssal, és szerintem ennek nem én vagyok az oka. És akkor rájöttem, hogy ja, hát akkor ettől kezdve ez a Dreher hidegkomlós, ez valójában egy hopláger, csak ők nem hívják hoplágernek, hanem bizonyára valami felmérés kihozta, hogy annyira azért nem volt akkor a format burning, szóval nem járatták le annyira a márka nevét, ezt a hidegkomlóst, hogy még ez kimehet, bár én mondom, én rettegnék tőle, mert szörnyű volt még a kukoricás. Szóval ez egy hoplager, és akkor összekóstolom a soproni hoplagerrel és a borsodi hoppival. Amúgy ezek árban úgy aránylanak, hogy a Dreher volt 2,80. Ó, a hoppi egyel olcsóbb. Az csak 2,70. A soproni pedig 300. Ugye egyikben sincs már kukorica. És akkor 4,5 a Dreher, 4,5 a soproni, és 4,5 a borsodi hoppi. Nehogy véletlen a gazdasági versenyhivatal kartelezéssel vádolja őket, hát szerencse, hogy nem ugyanannyiért adják. Úgyhogy kezdek ezzel a Dreher hidegkomlóssal, és mondom mindenkinek, nem azt mondom, hogy ajánlom, de vállalom a felelősséget, hogy nem egy olyan szörnyűség lesz, mint hát ugyanezen a néven korábban volt. Ez most már meglepni nem fog azzal, hogy teljesen iható, és teljesen szűr. A borsodi hoppi volt bizonyos életszakaszaiban, vagy gyártási szakaszaiban egy kicsit, mintha szűretlen lett volna. Tehát elvileg egy hoplager, ugye ilyen pilsneresen tisztának kell lennie. Színében meg ilyen borostyán sárgának. Sikerült megoldani kukorica nélkül a kackiás habot. És ugyanazt érzem, amit a soproni hoplagernél éreztem, hogy semmi extra, ilyennek kéne lenni alapban egy sörnek. Nem is nagyon keserű. Ne várd azt, hogy mintha náspángolnának egy köteg komlótobozzal. Szóval nem olyan, de mondom olyan, amilyennek egy alapsörnek lennie kéne, IBU 19, hát nem is keserű, tényleg nem keserű.
emlékeimben, a fejemben ez a soproni hopláger, ez ugyanolyan. Aztán most majd lehet, hogy nem. Majd most kiderül, hogy nem ugyanolyan lesz. Ó, egy kicsit markánsabb színű a soproni dréjer, soproni dréjer. A soproninak is van szép habja. És azon se érzed, hogy is hívják a hoplager tudományosan? Úristen, milyen ipa! Ez mintha sokkal erősebben virágos lenne, olyan kellemes, édeskés virágos. Ez ehhez képest tompább, de egyáltalán mondom, egyáltalán nem kellemetlen, tehát ez is egy jó sör, csak ebben van valami, szerintem ez nem ilyen volt, szerintem ez ilyen volt, és mivel megjelent, ugye harmadikként azt hiszem a magyar hopla, vagy előbb jelent meg a borsodi hopi, az érdek tudja, ezeket senki se dokumentálja, csak én. Szóval, hogy volt egy kis ilyen vásári illatosság ebben a borsodi hoppiban, és mintha ezután mentek volna egy kis utólagos tekeréssel, bár ezt senki se fogja bevallani. Na, ez is az erősebb színű. Ó, ez még erősebb színű, mint a soproni, tehát Dreher, soproni, borsodi. Hát a habjuk nem az örök kivalóságnak készül, de azt mondom, hogy nem is kellett most egy 4 feles sör, mit habozzon órákig. Hát ez a borsodi, ez nagy gaz fickó. Most még ment bele valami radleres, olyan furcsa, gyümölcsös, olyan valami egzotikus illat, még azt sem zárnám ki, hogy komlót raktak bele, de a nagy esküt sem merném rá letenni, szóval nagy összegben nem fogadnék rá. Most párás a pohár, vagy ebben tényleg van egy kis ködösség? Ne. Párás a pohár, igen. Na, hát szóval... Igen, a borsodi hoppi a legolcsóbb, azt én 270-ért vettem, és ha azt akarod, hogy legyen valami élményszerű, akkor én a borsodit ajánlom. Nincs benne semmi bántó, az nem fogja szeretni, aki vagy az ilyen retróbb söröket szereti, vagy a modernebbeket. Ez olyan kicsit olyan tinítató faktor van benne, tehát az illatos, parfümös, én nem tudom micsoda, nem bántó, csak ha nagyon akarod érezni, akkor ott van. Sőt, nem csak akkor van ott. Ez a Kronenburgos Donald Drágos Tutti Fruttis valamit. Lehet, hogy maóam cukorkával hidegkomlózták. Hát most így legjobban a soproni ízlik, szerintem azért, mert alakítottak rajta valamit, és nagyon jó irányba vitték. A Drehernek pedig az a jó hír, hogy hát, hogyha valaki Drehert akar inni mindenáron, közelben lakik, vagy ilyesmi, hogy végre iható a Dreher hidegkomlós, és ez már önmagában majdhogy nem szenzáció.